Akik mostanra időzítették a nyaralást, szerencsések, hiszen igazi nyári időben élvezhetik a megérdemelt szabadságot. Ma éjféltől másodfokú riasztás lépett életbe, ez szerda estig tart. Nagyon meleg lesz, 37 fok is lehet holnap után, ezt követően egy gyenge hidegfront jön, de komolyabb lehűlést nem hoz majd. Péntektől ismét jön a kánikula, és a meteorológusok szerint tovább erősödik a hőség. Hétvégétől akár 39 fok sem kizárt az Alföldön, és még nem látni, hol a vége a kánikulának. Úgy tűnik, a jövő hét is végig ilyen időt tartogat. A városháza előtt ma délelőtt felállították a párakaput, és diákok vizet osztanak azoknak, akik esetleg elfelejtettek magukkal vinni útnak induláskor. A hőség mindenki szervezetét megviseli, de fokozottan veszélyeztetettek a gyerekek, a keringési problémákkal küzdők és a szív- valamint érrendszeri betegséggel élők. Mindenkinek ajánlatos, de nekik aranyszabály, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között ne tartózkodjanak a napon. Inkább hűvös szobában vagy árnyékban vészeljék át a legforróbb órákat. Figyelni kell a folyadékpótlásra, minimum 2,5 litert kell inni. Ha útnak indulunk, mindig legyen nálunk egy palack víz. A szabadban dolgozóknak, például az építőipari munkásoknak a foglalkoztató vizet kell, hogy biztosítson, és óránként minimum 10 perc szünetet kell adnia a dolgozóknak.